Szombat este ismét hazaérkezett Murjánikő. A nyíregyházi musical színésznő ezúttal a világhírű Experience táncársulattal érkezett és hozta el a közönségnek Hamupipőke történetét. Enikő egy castingon vett részt, hogy a társulat tagja lehessen, majd elkészült az első közös műsoruk, a Cinderella. Azt gondolom, hogy az Experience minden egyes tagja nagyon-nagyon kedvesen, nagyon-nagyon lazán vette azt, hogy most ide egy új ember érkezett. Amennyire tiszteljük egymás munkásságát, ugyanúgy tiszteljük egymást emberként is, tehát hogy, és a mai napig ez hál' Istennek. Nyilván szokták mondani azt, hogy így emberek elszeparálódnak, különböző kategóriák szerint úgymond, és ez is érzékelhető, de ez teljesen rendben van, hiszen ők 20 éve dolgoznak együtt körülbelül, én meg egy éve vagyok a társulat tagja. A Cinderella nem csak a felnőtteket varázsolta el a koreográfiákkal, hanem a gyerekeket is a sok megtestesített Disney mesehőssel. És a vasárnap is a kicsiknek kedvezett, amikor az Alma zenekar jött el újra Nyíregyházára. A csapat régóta jó kapcsolatot ápol Kisori Károllyal, a Down Egyesület elnökével. Az ő kérésére készítettük annak idején a Mutasd meg című nagy sikerű világslágerünket, az egyik klipünket Down-szindrómás gyerekeknek, vagy gyerekekről, vagy gyerekekkel. Úgyhogy valóban Nyíregyházán azért évente egyszer-kétszer tartunk egy-egy nagy bulit, úgyhogy jó érzés ide visszajönni. Most mondjuk ennek a mai koncertnek ugye egy teljesen kívülálló, külsős Munkácsi Sanyi a szervezője, de Nyíregyházát szeretjük, tényleg szeretem. Mindkét műsorból hosszabb összeállítást láthatnak péntek este a Weekend című műsorunkban. Mennyire lesz uraság, mennyi se lesz.